Sziasztok, üdvözletem innen Dunaújváros külsőről. Ez is például egy vonalbejárós videó lesz, de ha már itt szálltam le a vonaltól, akkor szétnézzek ezen a megállóhelyen is. Látjátok, itt van egy bicikliút, és itt van a peron, és ez itt a fővágány, a másik az az iparvágány, amik a kikötő felé vezet, és ezt is fogom most bejárni. Háttérben pedig van egy fénysorompós átjáró. És errefele van Dunaújváros, mint látjátok. A szél az nagyon fúj, remélhetőleg a szélzaj nem fog bezavarni, és ott a háttérben még van egy trafóállomás is. És egyébként maga a vonal Dunaújvárosig van villamosítva, innen lefele Vécilasig, illetve Mezőfalva Paks felé már nincs. Ugye ez valószínűleg a Dunafel miatt történt annó, hogy eddig húzták ki a madzagot. A vasfűnek a nagy teherforgalma indokolta a villamosítást, és tervezték egyébként a villamosítást, hogy folytatják Vécilasig is, hogy kerülő út irány legyen a villanyvonatoknak, de ez végül nem valósult meg. Az első ütem az Dunaújvárosig szólt, addig ki is húzták az autót, de a folytatás az a mai napig nem készült el. Most mostani forgalom pedig már nem is indokolja a villamosítás, vagyis hát vannak fontosabb vonalak, ahol ez hiányzik, tehát nem várható a közeljövőben sem, hogy tovább folytatják. És akkor majd odafele fogok tovább menni, az iparvágányom a jobb oldalt fog kiágazni a fővonalból. És akkor közben átjöttem itt a túloldalra, és itt már világítás is van. És valamilyen, vagy hát valami üzem van itt, valószínűleg ide is vezet be vágány. És itt van maga, ott van egy épület, ami azt hittem először, hogy váróterem, de nem az, mert be van zárva. És a szokásos mávos tábla. És megvan, tehát táblás megállóhely, Dunaújváros külső, és ki van rakva a menetrend, tehát minimális tájékoztatás. És hát itt is van egy iparvágány kiágazás, meg ott van valami üzem, ahol szintén vezetnek vágányokat, úgyis arrafele kell menni, megnézzük. És akkor nézzétek, ott egy élő állatlakodó, mert mellette pedig egy állóraktár van is. Igen, ez egy lakodóvágány volt. Ezt nézzétek, itt vannak az új betonaljak, de ez valószínűleg azért került ide, mert ezt a váltót cserélték ki. Ilyen modernebb betonaljasra. Hát az is látszik, hogy most itt van egyenes állásban. És itt ágazik ki az átmenő vágányból a lakodó. És itt van mellette még kettő. Érdekes, hogy ezek már nem villamosítottak, ezek már az iparvágányok. És hát mellettük. És akkor innen meg már két kiágazó vágány is van. És igen, és ott van az iparvágány, ami üzembe vezet, ami azért elég jó védve van, mert szöges drótok, őrtornyok, minden van. Hát ez lehet, hogy valami katonai objektum, vagy börtön, vagy bár nem tudom, mi lehet ez. Közben itt van Attila, aki helybeli, tehát lehet, hogy majd valami infóval majd el tud látni. Nem tudod, erről az üzemről tudsz valamit, hogy ez micsoda? Vagy... Igen? Ez egy börtön? De annak a területe? Igen, az még akkor értető, hogy miért van ennyi szöges drót, meg mi? Ja. Tehát akkor ez lehet, hogy amiatt van itt. De téged jártál már ezen a környéken? Mert ez így nem tudom új város, meg mi, ez már nagyon külterületi része. Hát, nem nagyon. Hát és ugye Dunapartra fogunk majd lemenni. De hát most már... Jó, nem jön még mindig vonat, mert most ide még rá lehet látni a fénysorompól, akkor rá tudunk jönni erre a vágányra. Na, ezzel viszont meg már biztos nem fog vonat jönni. Jó, rozsdásak a sinek is, viszont az iparvágányon látjátok, fényesek a sinek, tehát itt, hogyha Dunapartig nincs is forgalom, valameddig van, mert... És itt vezet be, erről a területre is egy iparvágány, ezt mindjárt meg is nézzük. És van itt még egy bódé is, tehát... Nem tudom, hogy mi lehetett itt, és ez már a iparvágánynak a kapuja. És látjátok, tényleg azért szöges drót minden mennyiségben. Bent meg ilyen... Először azt hittem, hogy lehet, hogy a Dunafernek valami telephelye, mint ugye vasmű, tehát tudom, de hát ezek szerint nem tudom. Tehát lehet ebben valami, ez tényleg vizé börtön terület, valamiért, mert egy rendes üzemet azért általában ennyire nem szoktak védeni, hogy ilyen szöges drótok is, meg őrtornyok is vannak. De az is látszik, hogy ezt a vágányt sem mostanában használták. De hát mindegy, majd erre fogunk tovább menni. Látjátok, közben itt van a váltókörzet. Érdekesség, hogy kitérő irányból kiszolgálva mind a két váltó. De ennek a miértjét azt nem tudom. De az is biztos, hogy ide nem mostanában ment vonat. És akkor ezt nézzétek. A gazban egy vágány. Sejtettem, hogy itt volt még egy vágány a térvilágító oszlopok miatt. Ez is egy rakodó lehetett.
Bár mondjuk érdekes itt a villanypózna, bár még valószínűleg a villanyvezetéket az később húzták ide. Bár ez a rozsdás villanypózna, ez biztos itt van már egy ideje. Ez nem új építésű. Nézzétek meg, hogy ez az egy vas, ilyen rácsos villanypózna van, ami már eléggé berozsdásodott. Tehát még a betonoszlopok lehetnek frissek, de ugye ez a vas nem az. És itt az üzembe meg két nagy feszültségű villanyvezeték is bemegy, tehát azért egyszer, de biztosan egy üzem volt, hogyha nagy feszültség hozzék, és ott a háttérben pedig a Hankóknak a gumigyára van. És szerintem ez a iparvágány elvezet addig is. Tehát mindig itt megyünk tovább, és ott a távolban már látszik az elágazás, ahol a nyílt vonalatól elkanyarodik a Duna fele. Játéken téged ismerhetnek már, akik rendszeresen nézik a játékos lányémat, akkor nagyon sokszor láttalak már ott alatt a kommentelni. Úgyhogy ha máshol nem, akkor azért ott szoktál lenni, főleg a Starcraftosoknál. Ja, nagyon. Akkor megyünk tovább ezt a vágányt, ezt meg itt valamennyire majd mi figyelem, hogy mennyi van meg itt belőle a gazban. És akkor látjátok, a vágányit még megvan a gazban, de hát ezt se nagyon használták. És találtunk egy szelvénykövet, a 32-es. És szerintem ez akkor ez az lehetett, mivel az állomástól még nem jöttünk 3 kilométert. Bár még ki tudja, a nagy állomástól egyébként lehet. Mert Dunaújváros külsőtől nem, de a nagy állomástól külső az lehet, hogy 3 kilométerre van. Bár úgy emlékszem, nem jöttem sokat a vonattal, tehát ahogy elindult vissza, már szálltam is le, de azt nem néztem meg, tehát lehet, hogy onnan jön. Viszont lehet, hogy 3,2 kilométerre van a végpontja. Hát majd kiderül, hogy ha találunk még egy szelvénykövet, elvileg 100 méter múlva jönnie kell a következőnek, akkor kiderül, hogy 33 vagy 31 van rajta. Aztán akkor mehetünk tovább, és akkor ott már látszik a távolban, hogy jobb oldalra ágazik el, és hogyha arra van a Dunapart. És ez valószínűleg egyébként a legnagyobb üzem szerintem ez azért gumigyár lesz itt a Hankók, tehát lehet, hogy ők még szállítanak vonattal. A Dunafel az erre van, vagy a túloldalban? A Dunafel az nem erre. Az a másik irányban, én is ugye emlékszem, bár sűrűn nem voltam Dunaújvárosban. Legutóbb ugyan hívott a triplakás videó kolléga, hogy jöjjek, mert ők voltak, de hát sajnos nem értem rá. Jó. Akkor nézzétek, itt ágazik el ténylegesen a hétvonal, és tudjátok, hogy hát persze használni használják, mert fényes a sín, tehát ilyen fényes sín korona mellett, hogyha nem is napi rendszerességgel, de mondjuk szerintem heti rendszerességgel van erre valami. Vagy hát ilyen 2-3 heti biztos, mert különben nem lenne ilyen fényes. Bár még a sok mindentől függ, hogyha valamikor csak ezért időszakosan használják egy valamelyik vágányt, és akkor pár nap alatt kifenyesítik annyira a tervonatok, hogy akár egy hónapig is úgy marad, de több hónapon keresztül nem lesz ilyen fényes, hogyha nincs rajta forgalom. És legalább annyira fényes így ránézésre, mint a másik, ami viszonylapi szinten van. Tehát ezen még azért ablakos vonatok is mennek, meg tervonatok is, de nem is kevés. És ahhoz képest ez is legalább annyira fényes. De hát mindegy, megyünk tovább, most már itt a fővonaltól el fogunk kanyarodni. És a irány a Dunapart. És ezt nézzétek, az útátjáró fel lett újítva. Betették az estéri elemet egy földutasba. Hát ilyet se sűrűn látni, hogy földutas átjáró. Mondom, ezt nézzétek, földút. Lehet, hogy egy gyakrabban használt földút, de nem nagyon jellemző földutas átjáróknál az, hogy egy estérél, de megcsinálják. Hát még hogyha felújítás áll ilyen nagyobb szabásúnál is, hogyha ilyen van, akkor inkább leaszfaltozzák előtte és utána. Na, ezt nézzétek, be van ide készítve a sínszál. Valószínűleg a síncsere volt a vonalon. Az itt lévő sín 1975-ös, a másik az 1980-es pályában beépítve. És eddig nagyjából ez volt a pálya állapot, amit itt láttatok, hogy ellenbetonoljak és 48-as sínek. És hát nem hiszem, hogy az öregebb sínre cserélték volna ki a fiatalabbat, tehát valószínűleg síncsere volt. És látható, ott fordul a vasút balra a háttérben. Közben a szél is nagyon feltámad, de remélem a szélzaj nem fog nagyon bezavarni, próbálom kamerát oldalra tartani, mennyire csak lehetséges. És a térkép szerint még van előttünk két földutas átjáró, és a háttérben látható a 6-os úton már külön szinten keresztezzük.
és erről jöttünk. Hát most fordul el majd a Dunapartra. Sinek mellett a töltésen talált dolgok, sima V, dupla V, egy labda, még egy labda. És még lehet, hogy találkozunk visszafele is a Ludmillával. Hát ott arrafele megyünk tovább, és hamarosan a Dunapart. És már a 6-os út alatt átjöttünk, és itt van egy szelvékű, ezt már mindjárt megnézzük. Igen, ez az a szelvénk. Bár úgy látom, hogy 9-es, tehát lehet, hogy az 59-es. Az 56-osat már láttam nem is olyan régen, és olyan sokat még nem mentünk, hogy... És a második számot én úgy látom, hogy az egy 9-es. Akkor az 59-es lesz. Elképzelhető lehet. Úgyhogy akkor gyerünk tovább. És akkor... Ja, közeledünk a Dunapart fele. És... Ah, itt van egy patak, a fölött megyünk át. Na, mindjárt le is nézünk. Ja. Aha. És ott a tévután is arrafele van a Dunapart, hát haladunk. Nagy nehezen. Ott meg elment ott az úton egy busz, csak arra pont lemaradtam. És akkor ezt nézzétek, itt elhagytunk egy simosi, hogy gyalogos átjárat labirint korlátokkal. Itt van egy épület, ami nekem gyalús, hogy lehet, hogy vasúti volt, de aztán jobban megnézve szerintem nem. Bár egy elsőre annak tűnt, hogy itt valami ölthely lehetett. És egyébként innen már megyünk át a Szalki-szigetre. Az utolsó most, hát itt egy ilyen ötszámjegyű út fölött. Vagy hát egy ötszámjegyű út megy el a sinek fölött, mi alatta megyünk el. És utána innen már a Szalki-sziget jön. És itt van az a patak, amit egyszer már keresztezett a vasút, most itt megy mellette. És hát akkor innen tovább a kikötőjég, innen már Dunói város kikötője van, és még a kikötő előtt ágazik el a régi iparvágány a Dunapart, aztán majd annak is mesélek a történetéről, majd ha odaértünk. És ami még itt maradt azért, a vasút mellett egy távíró oszlop, és itt van még egy oszlop, tehát itt, és eddig a vonal mentén egy távíró oszlop sem volt, most itt valamiért itt van kettő. Hát valószínűleg egyébként ki volt építve itt a távíró vezeték, csak elbontották, és valamiért ezt a két oszlopot meghagyták. Nem tudni, hogy milyen megfontolásból. És akkor ezt nézzétek, ez már valószínűleg azt a vágányt jelzi előre, amit most bejárunk. Ilyen nyilas tábla ez. Én ugye mondtam már pár videóban, de ismétlés a tudásanyja, hogy ez azt jelenti, hogy őrizetlen váltó van a vonalon. Úgyhogy a mostani vezetőnek ez azt jelenti, hogy Vmax 15. Hogy a váltó is csak annyiban mehet, hogyha a helytelenül áll, akkor azt időben észrevegye. És ez valószínűleg már azt a vágányt jelöli, hogy amelyik a Dunapartra megy, mert az ágazik ki a vonalból. A többi az a kikötőbe megy. És akkor ezt nézzétek, ez már valószínűleg azt a vágányt jelzi előre, amit most bejárunk. Ilyen nyilas tábla ez. Én ugye mondtam már pár videóban, de ismétlés a tudásanyja, hogy ez azt jelenti, hogy őrizetlen váltó van a vonalon. Úgyhogy a mostani vezetőnek ez azt jelenti, hogy Vmax 15. Hogy a váltó is csak annyiban mehet, hogyha a helytelenül áll, akkor azt időben észrevegye. És ez valószínűleg már azt a vágányt jelöli, hogy amelyik a Dunapartra megy, mert az ágazik ki a vonalból. A többi az a kikötőbe megy. Na ezt nézzétek, már közeledünk a kikötő fele, és nem úgy néz ki, mint egy peron. Bár még ez még egy bézének is kevés lenne. Bár még egy bézé az még éppen cipőkanállal beférne egy ilyen pedonhoz, de ez nagyon kevés. Ez tényleg mint egy ilyen tipikus mellékvonali pedon. Betonaljak és köztem úrvával feltöltve. Ja. Ez így szép. És hát arrafele haladunk.
már mindjárt a kikötőben, itt mellettünk már a Duna, vagy legalábbis annak a holtága, mert ott a kis hajókikötő volt még arra, és arról jöttünk. És ott van, az meg nem tudom, mint a kis hajókikötő lenne, ott rengeteg ilyen csónak meg ezért van. Úgyhogy, akkor ennyi. És akkor ezt nézzétek, itt van a Duna partra vezető vágány kiágazása, úgyhogy mi ezen fogjuk folytatni, ott előttünk éppen benn van a Ludmilla, meg a teherkocsik, ott rakodják, ott vannak a daruk is, és már Dunaújváros kikötő. És hát akkor mi haladunk ezen a vágányon, amit eltűnik a gazba. És egy pár száz méter, és ott lesz a Duna part. És ahogy látjátok, itt más sínszállopás is volt. Ez nem a Maglev vasútnak a próbapályája, hanem az egyik sínszállat ellopták. És akkor ezt nézzétek, célhoz értünk, itt ér véget a vágány, és a Duna túloldalán is megvan, csak most hirtelen nem... Próbáltam átzumolni, nem sikerült. De itt ez a villanyvezeték, ez jól jelzi a nyomvonalát, hogy merre lehet, de hát Szalszent Mártoni oldalt már bejártuk át, és valahol elnefele van azért a kompnak a kikötője is. Jóban, nem, az egy picit arrébb van. Megnézzük azt is, hogy hát van valami kiírás, hogy mikor üzemel, mikor nem, mert hogyha egyszer üzemelne, akkor érdemes lenne ide eljönni, és átmenni azzal a túloldalra. És egyébként látjátok, ami említett a másik oldalt is. Itt már az annyira nem jól látszik, mert itt nagyon benőtte a gaz, de itt egészen a kikötőtől az a kiágazó vágány megvan. És ezt egyébként szintén ilyen katonai célra építették. Még korábban itt Szalszentmártonnál, mert Dunaújváros között itt volt egy hadgyakorlat, amikor honvédségi, vagy hát ilyen katonai járművekkel keltek át a Dunán, és akkor itt ide egy pontonhidat építettek, ezt a vágányt, ezt csak azért építették ide, a kikötőtől eddig, hogy itt volt a pontonhíd, feltetek, és a túloldalt is Szalszentmártonból kiágazva szintén épült oda eddig a Dunaparti iparvágány, és hát itt ilyen pontonhídas átkelést gyakorolták a honvédségnél. Ez hasonló az, mint ami lakitelek meg Tiszaú környékén volt. Hát sajnos ugyanúgy felvételek nincsenek róla. De majd pár ilyen fentőpontos képet megpróbálok bevágni a videóba, hogyha sikerül találni. És egyébként a szalki oldalt majd, ha azt a videót megnézitek, akkor ott látszik, hogy ott volt előtte is egy rendezős, vagy ilyen kiágazó pályaudvar, mert ott volt valami TSZ, és akkor annak is a forgalmát azt ellátta egy darabig. Hát ott még volt forgalom a hadgyakorlat után is, ezen az oldalon nem. Itt kiágazása nem volt, ez csak ezért építették ezt a pár száz métert, hogy itt át lehessen kelni a Dunánponton hídon. És hát itt előttünk a Duna. Jól látjátok, és valahol arrafele volt a komp. Bár úgy tudom, hogy azóta épült itt valahol egy híd is, és akkor ugye azt hiszem az M8-as autópályának a hídja épült ide, és akkor amiatt is szerintem szüneteli a komp közlekedés. Csak hát az meg jóval odébb van, tehát azzal még nehezebb lenne bejárni. De hát akkor majd még visszafele csinálok egy pár képet.